Középpontban a megújuló energia. A programban résztvevő diákok először elméleti tananyagon keresztül tudhatták meg, mi a különbség a megújuló és a nem megújuló energia között. Az előadók gyakorlati elemeket is beépítettek, hiszen megmutatták a smart métert, ami azt jelenti okos mérő. Később pedig különböző teljesítményű izzók fogyasztását mérhették meg. A Városháza udvarán pedig két érdekes eszközzel is megismerkedhettek. Az egyik az okosház kicsiben, amiben minden egy napelem segítségével működik. Arra az oldalra, ahol a lehető legtöbbet érheti a nap, tehát ideális esetben a déli, esetleg a nyugati, délnyugati fekvése lehet. De nem csak ezt a házat láthatták, hanem az úgynevezett napkemencét is, amiben a nap energiáját felhasználva fondantot olvasztottak meg. Kétféle energiaforrást ismerünk, megújuló energiaforrást és nem megújuló energiaforrást. Nem megújuló energiaforrás például a kőolaj, vagy azok a dolgok, amiket ugye nem tudunk többször felhasználni. Megújuló energiaforrás pedig például a napenergia, vagy a szélenergia és a vízenergia. Meg kell termelni ugye az energiát, az áramot, és a vizet meg nem lehet pocsékolni, hanem el kell zárni az ugye a vizet. És a víznek úgy kell, hogy nem pocsékolni kell, hanem ugye el kell zárni a vizet, és akkor úgy kapja rendesen ezért, hogy el legyen zárva, hogy ne folyjon a csap. Az Energy School projekt 7 ország együttműködése nyomán 41 iskolában az energiagazdálkodás kultúrájának fejlesztését szolgálja, valamint a jó gyakorlatok széleskörű hasznosítását.